Sziasztok, Kis Jenő vagyok a Mekka Gymből, és a mellkas tágításról szeretnék nektek beszélni, illetve tanácsot adni. Úgy vettem észre, hogy a mostani testépítő világban már nincs olyan jelentősége a mellkasnak, mint ez annó a 90-es, vagy 80-as, vagy akár a 70-es években volt. Ugye, ha megnézzük Schwarzeneggert, szinte azóta nem volt olyan mellkas, amit ő produkált, és én úgy gondolom, hogy a férfias külsőhöz, tehát nem csak a testépítő külsőhöz, hanem maga az a férfias külsőhöz is hozzátartozik a mellkas, a férfias mellkas látványa, az a páncélozott mellkas. Hogyha szeretnétek mellkas növeszteni, akkor ezt illik azért már fiatalon elkezdeni növeszteni, vagy fiatalon kéne már elkezdeni foglalkozni ezzel, mivel a csontozatunk ugye ideig óráig nő, tehát én úgy gondolom, hogy ilyen 23-26 éves korunkig lehet igazából a mellkas tágítani, növeszteni, utána is biztos, hogy van rá esély, de azért az már sokkal véresebb munkát igényel. Ha olyan gyakorlatot keresünk, ami a mellkas tágítja, akkor én szerintem elsődlegesen a pulóver szó, az áthúzás szó jut mindenkinek az eszébe. Ugye Arnold Schwarzenegger is erre esküdött, és nem véletlen volt olyan mellkasa. A legjobb mellkas tágító, csak úgy kell csinálni, hogy valóban tágítsa a mellkast. Tehát, hogyha szabálytalanul hajtjuk végre a gyakorlatot, akkor igazából nem fog használni. Megmutatnám, hogy az áthúzást hogy kell szabályosan végrehajtani, mert ennek is van ugye többféle változata is, lehet rúddal is csinálni, meg lehet kézisúzóval. Általában, hogyha a rúddal végrehajtott áthúzást csináljuk, akkor az már a fűrész izmokra és a széles hátizomra fog menni, de ha kézisújzóval csináljuk szűk fogásba, akkor mindenképpen a mellizomnak az alsó részét dolgoztatja meg, és maximálisan kitágítja a mellkast. A pullover, vagyis az áthúzás egy olyan gyakorlat, ami nagyon pöpec, nagyon tökéletes végrehajtást igényel ahhoz, hogy a mellkasunkat tudjuk vele növelni. Mindenképpen a súlyválasztás is nagyon fontos ennél a gyakorlatnál, mert nagyon sokan követnek el olyan hibát, hogy túlzott súlyokat választanak, és inkább tricepszezés jön ki ebből a gyakorlatból, mint mellkas tágítás. Tehát nagyon fontos az, hogy olyan súlyt választunk meg, amivel egy ilyen 14-16 ismétlést végre tudunk hajtani szabályosan. A testtartás egy nagyon meghatározó dolog ennél a gyakorlatnál is, mivel itt keresztbe kell feküdni a padon, úgy, hogy a vállunk még pont fönt maradjon a pad szélénél, tehát hogy a karunkat amennyire csak tudjuk, hátrafelé le tudjuk engedni. Ilyenkor, ahogy hanyat fekszünk a padon, amikor hátra leengedjük a súlyt, olyankor a csípőnket lefelé kell engedni, tehát hogy ne tudjuk annyira mélyre leengedni a súlyt, ezért a csípőnket is lefelé engedjük. Ez is egy nagyon fontos momentum az áthúzásnál, mert hogyha leengedjük a súlyt és a csípőnket fölfelé emelnénk, mint ahogy igazából a testünk kívánná, akkor igazából a súlyt már le tudjuk tenni a földre, aminek semmi értelme. Tehát ellensúlyozzuk ezt a mozdulatot azzal, hogy amennyire tudjuk leengedjük mélyre, és közben leengedjük a csípőnket is, tehát maximálisan megfeszül, kitágul, úgymond kihomorítjuk a testünket. Amikor leengedjük a súlyt, akkor szívjuk tele oxigénnel a tüdőt, és ahogy visszahúzzuk a súlyt a kiinduló helyzetbe, akkor pedig fújjuk ki, préseljük ki a levegőt, és akkor utána mehet a következő ismétlés. Mondom, legalább egy ilyen 14-16 ismétléssel gondolkodjatok ebben a gyakorlatban. Sok edzőteremben megtalálható a pulóver és az áthúzógép, ilyen esetben itt a Mekka Gymben is van egy ilyen példányunk, ami tökéletesen funkcionál, igazából magát a mozdulatot, az tökéletesen leutánozza ez a gép is, sőt, mivel ugye nem szabad súlya, hanem egy csigás megoldással van a gép gyártva, ezért itt folyamatosan adja meg a súlyterhelést, tehát nincsen hold pont, ahol maga a súly már nem okoz terhelést. Egy hátránya van a gépes verziónak, hogy mivel fixen fekszünk rá a támlára, ezért a gépnél ugye nem engedi a testünk néha, hogy leengedjük a csípőnket mélyre, és ugye a fejünket se tudjuk hanyat vagy hátrahajtani, mivel a fejtámla ezt nem engedi,
De maga a pulóver mozdulat, az tökéletes, még szinte jobban érezhető, mint hogyha a szabad súllyal végezni. Még egy gyakorlat van, ami én szerintem optimálisan a mellkas tágításra is hat, nem csak a mellizom növelésre. Ez pedig a tárogatás, amit szintén lehet gépen is, vagy pedig kézi súlyzóval végrehajtani. Annyi előnye van a gépnek, hogy mivel ez is egy csigás áttétel, ezért folyamatosan ugyanazt a terhelést adja meg az izomzatnak. Ahhoz, hogy a mellkasunkat tágítsuk, az mindenképpen úgy kell végrehajtani a gyakorlatot, hogy kiemeljük a mellkast gyakorlat között. Tehát figyeljünk arra, hogy előrébb legyen a mellkasunk, mint a vállunk. Tehát ez a testhelyzet, ez már egyből kizárja azt, hogy egyáltalán a mellizmunk is dolgozzon, meg hogy a mellkasunkon is tudjunk tágítani. Tehát az első és legfontosabb az, hogy kiemeljük a mellkast, és úgy zárjuk össze magunk előtt a két kart. Itt is ugye nagyon fontos a levegővétel. Amikor a terhelést fejtjük ki, tehát összehúzzuk a két kart, akkor kifújjuk a levegőt, és amikor kitárjuk a karjainkat, ugye kitágul a mellkas is, akkor jó szívjuk tele oxigénnel a tüdőnket. Nem csak gyakorlattal, hanem maga az edzés stílussal is tudjuk növelni a mellkasunkat, hogyha például a mellett a hátizom edzéssel szedteljük össze, mivel az olyan iszonyatos oxigén kapacitást igényel, hogy ott egyszerűen nem tud máshogy reagálni a mellkasunk, a tüdőnk csak úgy, hogy tágulni fog, és minél több oxigén tudjon felvenni. Tehát érdemes egy ilyen stílust is fölvenni, hogyha szeretnénk a mellkasunkat növelni. És még egy olyan gyakorlat, aminek köze nincs a mellizomhoz, és mégis rettenetesen jó mellkasnövelő, az pedig a guggolás szabad súllyal. Ugye ott is iszonyat oxigén kapacitásra van szükségünk, tehát mindenképpen növelni fogja a mellkasunkat edzés közben. Növesszetek irtózatos mellkast, és hogyha még több okosságot szeretnétek látni vagy hallani, akkor iratkozzatok fel a ShopBuilder YouTube csatornájára. Meddig álljak még így? Ide! Sziasztok!